Előadást tartotta a költségvetési tanács elnöke a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában június 1-én. A szakember azt mondja, hazánk most jobb állapotban van, mint több európai ország. Magyarországnak a múlt évi gazdasági eredményei jók, sikeresen a Covid periódus után elindították a gazdaságot, elindultunk, ahogy tetszik, az első fél év elég jól sikerült. A háborúnak a következményei, egyelőre közvetlen következményei, azok Magyarországot nem érintették, gondoljuk az embargóknak a hatásmechanizmusaira. Kovács Árpád a Baranya gazdaságának napján tartott előadást az Iparkamarában. Ezt a rendezvényt hagyományosan június első szerdájára időzítik, amelynek fókuszában a megye gazdasági folyamatai helyzete és a vállalkozások versenyképessége áll. A háborús körülmények, a jelenlegi világgazdasági helyzet azonban jelentősen befolyásolja a hazai vállalkozásokat is. Magyarországnak egy kicsit jobb a helyzete, mint közvetlen szomszédainak az energiakitettség okán, de hát logikusan, hogy éveket Magyarország se tud kihúzni, tehát hogyha az Unióban nem lesz teljes paradigmaváltás az energiapolitikában, akkor ez minket is rendkívül negatívan fog érinteni. Ebből következik, hogy a baranyai cégeket is érinti ez. Ráadásul a perifériás helyeket, mint megyénk, a válságok jobban megviselik, mondta a kamara elnöke.